Sziasztok emberek, remélem mindenkinek jól telik a napja, folytatjuk a tier 10-es tankoknak a rangsorolását, és remélhetőleg a héten végezni is fogok ezzel a videósorozatommal, hiszen ugye most a páncélvadászokról készítem el a rangsorolást, holnap pedig ha minden igaz, meg tudom készíteni a könnyű tankokról, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, kezdjünk is neki, a kínai tankokkal fogunk kezdeni, a VZ 113 lesz az első járgányunk, ez a tank szerintem nagyon rossz volt, majd a Wargaming ugye felbufolta egy pár tulajdonságát, és azt gondoltam, hogy egy, á, azok a tulajdonságok, azok nem igazán fogják nagy részbe befolyásolni, hogy mennyire jó a tank. Majd úgy voltam vele, hogy de azért próbáljuk ki, mert kíváncsi vagyok rá, és elkezdtem gammárkolni a tankot, és ekkorát ritkán szoktam tévedni, ez a tank nagyon szórakoztató lett, és az egyik kedvenc td lett a mostani metába, főleg ami észrevettem, hogy sokat változott a mozgékonysága, illetve nekem sokkal pontosabbnak és megbízhatóbbnak tűnik a löveg. Nekem a legnagyobb problémám ezzel a vézével a lövegkezelhetőség volt, hogy nem volt elég pontos, nem szűkült gyorsan. Most azt vettem észre, hogy kapás lövésekre is nagyon jó a tank, jó a DPM érték, jó az alfa sebzés, undormány jók az átütés értékek, mind az AP, mind pedig a hítlőszer, ugye ott van a 395-ös hítlőszer, ami nagyon jó tírtízbe. A az teljesen jó, ugye körbe tudtok mondani, manőverezni a pályán. A páncélja az olyan, hogy arra oda kell figyelni, tehát tudni kell, hogy melyik tank nézhetek ki, mikor nézhetek ki. Alacsonyabb szintű tankok ellen működik a páncélzata, hogyha holdamba használjátok, el kell rejteni az alvázát, az oldalát nem szabad szóval megmutatni az ellenfélnek, tehát ügyesen kell megjátszani a páncélját, illetve a pálya adottságait, de hogyha valaki ezt meg tudja tenni, akkor szerintem nagyon fogja szeretni ezt a tankot, mert azt hozzá kell tennem, hogy ez nem egy kezdő barátunk, tehát itt tényleg okosan kell játszanotok, hogyha a maximum potenciáját um, uh, használni ennek a tanknak, de én ezt bele tudom rakni a legjobbak közé. Nekem nagyon-nagyon tetszett vele a játék. A 114 SP-vel fogunk uh, tovább menni. Ugye ezt a tankot a roham játékmódból tudjátok kivenni régen ugye a ranketből. Ugye azt hiszem most a Rohamból, hogy elértek az aranyot, akkor tudjátok, arany szintet, akkor tudjátok kivenni. Nemrég készítettem erről a tankról egy videót, ezt nyugodtan csekkoljátok le, hogyha még nem tettétek meg. Én a jó kategóriánál feljebb nem tudom rakni. Ugye alapvetően van egy jó ágyúja, Um, jó dpm mértékkel, pontos, uh, gyorsan szűkül. Tehát ezzel nincs is probléma. Ugye a gond az ott van, hogy alapvetően ennek a tanak azzal lenne a lényege, hogy távol tartsa az ellenfelet és távol, ugye mesterlövészkedjen. Na most az a probléma, hogy az átszázása az nem túl jó, nyilván uh, akkora, mint egy ház, de úgy, uh, fun fact, a grillénél jobb, pedig a grille kisebb, na mindegy. De az átszázása az nem annyira jó, mint még egy STRV-nek, és néha nehéz ezt kihasználni, néha nehéz elrejteni ezt a tankot, mivel akkor, mint egy hodály. És hogyha be kell mennetek, tehát mondjuk olyan szituációt kaptok, hogy az ellenfél nem igazán mutatja meg magát távol, tehát nem, nincs. mondjuk egy spotteretek, vagy az ellenfél szimplán csak nem hibázik, és nem tudjátok távolra lövöldözni az ellenfelet, akkor rákényszerültök arra, hogy bemenjetek közel harcolni, amire a tank nagyon rossz, mert nagyon papír, tehát nem nagyon papírpáncél van, mindenki titeket fog lőni, hatalmasak vagytok, és nehéz kihasználni a nehéz tank döngőbe, illetve nehéz olyan szituációt králni ezzel a tankkal, hogy el tudjátok dönteni a meccsnek a végeredményét. Tehát nehéz befolyásolni a meccseknek a kimenetelét, azt gondolom, egy jó járgány, de ennél följebb nem tudom rakni. úgyhogy hallathatunk is tovább a következő nemzetre, ami a francia tankok. Ugye itt kettő ugyanolyat láttuk, az egyik a Fosbé, mondjuk azt, hogy a bal a Fosbé, a másik pedig a a fos 155, ugye a, a, tang, a fosz a kifejleszthető tank, a fos 155 pedig, amit kötvényboltból meg tudtok vásárolni kötvényért. Mi először a fosz szeretnék beszélni, és hát inkább úgy van, hogy beszélek egyszerre mind a két tankról, és majd el tudom helyezni akkor mind a kettőt. Ugye a fő különbség az az ágyúban van a tanknak, a többi tulajdonsága az 90 ban megegyezik, uh, igazából a test az ugyanaz, csak egy másik ágyút ugye raktak rá a tankra. Én sokkal jobban preferálom a kifejleszthető forsbét. szerintem egy sokkal szórakoztatóbb tank, mint a FOS 155. Ugye az ágya igaz, hogy kevesebb alfával rendelkezik, hiszen csak 400 at tudtok lőni per lövés, de ugye abból 6 darab lőszeretek van, a tárpotenciál az ilyen 2400 sebzés, Hogyha valakit ezzel a tankkal dupla trekkelni tudtok, és ugye ezt meg is lehet tenni, mert sokkal gyorsabban táraz ki, mint a FOS 155, akkor egy tier 10 közepes tankot, vagy egy HP booster nélküli nehéz tankot akár ki is tudtok venni a játékból, és ezt nagyon-nagyon szórakoztatóan tudja megtenni a FOS. Tehát ez egy, ez egy ilyen olyan járgány lesz, ami nem fog minden körben működni, mert ugye ott van rajta a két kupola, amit el tudnak lőni. Illetve a nem kap mindig ilyen egy vársi pályát, ahol ez a tank igazán tud működni, amikor előtte magát az ellenfél, akkor kifordultak a sarkon, és akkor gyorsan kitárasztok, majd visszaúzzátok a fedezékbe. Nem fogtok mindig ilyen pályát kapni. Ha nyitott pályát kaptok, akkor néha nehézkes egy picit kihasználni ezt a tankot, de a megfelelő szitukban ez a tank nagyon-nagyon szórakoztató, szórakoztató, tud lenni. Kicsit olyan, mint a VTS-100, kicsit spoiler ezek azt is beraktam ide, majd elmondom, hogy miért csak ugye a mostani metára, vagy hát amikor ugye kivették a VTS alatt, ez vette át valamilyen szinten a helyét, és szerintem tud szórakoztató lenni ez a tank, úgyhogy én ezt be fogom rakni a jó kategóriába. A FOSZ 155-nél ezt nem tudom elmondani, én ezt a tankot nem tudtam igazán működésre bírni, úgyhogy potkát használtam, jó legénységet, illa felszereléseket, nem igazán tudtam vele konzisztensen mondjuk ilyen 4000 Um, átlagsebzést hozni, ami nekem eléggé elvárt egy uh, tirtizes térjét, hogy legalább annyit tudjak vele hozni, és lehet, hogy én használtam rosszul a tankot, elismerem, de én szerintem nem, nem túl kompetitív ez a tank, kell neki egy lassú mérkőzés, ahol van ideje töltögetni, hát nagyon hosszú ideig tölt a, a, tár, még az a fos béné is elmondható, tehát az még alapvetően nem lenne baj. Csak az a gond, hogy a három lőszere, amit kap, ugye 7 van van alfára, abból legalább egy mellé fog menni. Ha csak nem 5 centről lövöldözitek az ellenfelet, közepes vagy nagy távolságra lőni ezzel a tankkal, hát olyan, mint hogyha lottóznátok, hogy eltaláljátok az ellenfelet, vagy nem. Átütés az nem rossz, sokkal jobb, mint a fos ugye A, a fos b Fosbének egyébként tűrcés mértem mérten ugye az átütései nem jó se az APN, se pedig az APCR-en, se pedig a, a repesztőszeren de ezt, köz ezt sokkal jobban ki tudjátok használni ezt a lőszerátszítést, mert, mert nem elvileg ugye gyakorlatban a tong, az sokkal inkább odalő, mint ahova céloztak. A FOSB meg nagyon sokszor van az, vagy bocsánat, a FOSZ előtt meg nagyon sokszor van az, hogy tank közepére céloztak, mondjuk egy ilyes az alvázára, és elő a lánctapra. Akkor igazából teljesen mindegy lesz az átütésetek. Úgyhogy nekem a FOS 155-öt teljesen megöli az ágyuk ez lehetőség. Hogyha javítanálak azon, akkor, akkor szerintem egy kellemes, kellemes, kellemesebb járgány lehetne, de jelenleg nekem ez a rossz kategóriában van, és nem ajánlom senkinek, hogy kivegye. Elérkeztük a német tankokhoz, ugye grillével fogunk kezdeni, és a grille egy eléggé érdekes tank. Amikor bejött a játékba, én imádtam. Nagyon-nagyon szerettem a kedvenc td vált. Majd ugye egyszer le nerfelve, és azóta már talán nem annyira jó. Ugye, ja, jól emlékszem, egyébként a DPM-ből vettek el, illetve a mozgékonyságából. Elvileg papíron a legjobb ágyúval rendelkező tank, de én is játszottam ezzel a tankkal, sárcuk, és olyan, hogy egyik meccsből bementek, és 500 méterről fogjátok a kupolákat ellőni, a következő meccsből meg 100 méterről egy s az alvázát fogjátok elhibázni hogyha egy nagyon inkonziszt, inkonzisztens, az az ágyú, aminek a legpontosabbnak kell lenni a játékban. Furcsa kimondani, de, de ez így működik ez a tank, és én a jó kategóriánál feljebb nem tudom rakni. A jó kategóriában így is, is betom rakni, mert amikor működik az ágyú, akkor tényleg nagyon kellemes használni, mozgékony. Az átütése az ma hitő szerint nem annyira jó, de mivel pontosak vagytok, rá tudtok célozni egy gyenge ponttal, és hogy át tudjátok lőni a tankot. Ugye a tornya az valamilyen szögből ugye elforog, tehát nem vagytok annyira limitálva, főleg, hogyha mondjuk flankeltiteket mondjuk egy közepes tankkor után tudtok könnyebben fordulni. Tehát nem, alapvetően nem lenne olyan rossz ez a tank, csak tényleg az ágyú az nagyon teszi. Hogyha az ágyú az tényleg mindig úgy működne, mint ahogy kellene neki papíron, akkor simán fel tudnám rakni a nagyon jó vagy akár a legjobb kategóriába is, mert az egyik legjobb sniper tank lehetne. De összességében egyébként azt gondolom, hogy az meg egy másik dolog, hogy most én metába a távolról lövöldöző tankok, tehát a támogató tankok hátrányban vannak azokkal a tankokkal szembe, akik be tudnak menni a közelharcba, és el tudják dönteni a mérkőzést. Ezért szeretem jobban a vézét, mert ezzel a tankkal tudok sniperkedni, illetve be tudok menni agresszívan és játszani. Megvan a lehetőségem a grillével, meg közelharcolni, hát nem annyira, nem annyira kellemes, mondjuk ki. Úgyhogy haladunk is tovább a következő tankra, a Jakpanzer. Hmm. A jakpanzer, jak Ez egy érdekes tank. Én nem szeretek vele játszani. Hogy jó kell, az már egy másik kérdés. Hm, most ti próbálom átgondolni a fejembe, ugye ott van neki a 420-as hitlőszer, ami a legmagasabb átütés a játékban, plusz az alpőlőszer is nagyon jó átütéssel rendelkezik. Az alfa sebzésen nagyon jó, ugye csak az FTD-nek van neki magasabb, vagyis csak az FTD-nek van magasabb alfája. De tényleg ha ezzel a tankkal, amikor tudtok trédelni, azzal nincs is probléma. Igazából itt azzal van a gond, amikor nem tudtok közel menni az ellenfélhez, és távolról kell mert az ágyú az nem pontos, meg nem szűkül gyorsan, a dpm -e sem jó, bár ez a annyira nem lényeges, az inkább a közelharcnál fontos. Hmm. én azt gondolom, hogy ezt a tankot be tudom rakni szituációsnak, mert ha kap egy pici pályát, ahol közel tudtok menni az ellenfélhez, és ki tudjátok használni az alfát, és tudtok trédelgetni, akkor ez a tank fan, akkor, ak simán a, jó kategóriába is mehet, de kapni fogtok fel egy nyitott pályát, ahol sniperkedni kell, és ott az ágyú az eléggé mehül fog működni. Én szerintem ez a tank ez szituációs, lehet, hogy máshoz följebb rakná ezt a tankot, én ide tudom berakni és akkor elértünk a VTS házhoz, ugye azért raktam be ezt a tankot, mert most már két évben egymás után, hogyha jól emlékszem, a Wargaming lehetővé tette, hogy bizonyos csataszámra ugye tudjátok bérelni ezt a tankot, akár valaki ilyen 50 csatára is megkaphatta ezt a tankot. Úgyhogy azért biztos kíváncsiak vagytok rá, hogy mennyire jó a most nem hiszen ennek a úgy ma, de lege ez a tank ugye egy legenda a játékba, amikor bejött, akkor brutálisan OP volt. Viszont Mostanra azért már eléggé sokat változott a matchmaking, sokat változtak a tankok, amik ellen ugye harcolnia kell, és én is kipróbáltam egy pár körre, és őszintén leszek veletek, még a 3000 átlagsebzés is nehéz volt vele tartani, nem hogy mondjuk a 4000-et, amit ugye említettem, hogy én szeretnék annyit egy 10 től Tényleg, amikor tudtok találni egy, még fel egy s ami előtt a magát, és ki tudjátok tározni, azzal az öt, azt hiszem ötlőszer van benne és 560 alfa, ugye, mert ez egy JT ágyú, mert ugye régen volt rá még az 100 ágyú, de most csak a JT ágyúval lehet megszerezni, és az is csak a derfelt változott, mert amikor a legelőször bejött, azt hiszem 6 lőszere volt, most már csak 5. Öt. És 5-ször 5 560-at, az nagyon jó érzés, és amikor tényleg oda mennek a lövések, amíg ahova céloztak. De tényleg a szituációkat kialakítani ezzel a tankkal nagyon nehéz, borzasztóan, de tényleg borzasztóan a kevés áltozási értéke van, mindenki szpotolt titeket, de tényleg minden, mindenki titeket lő először, bár hatalmas célpontok vagytok, mindenki tölti rátok a repeszt, az arti be tud penelni, tényleg mindenki ezt a tankot fókuszálja, nagyon-nagyon nehéz vele a jó szitukat um, kialakítani, de hogyha egyébként azt meg tudjátok tenni, akkor ez egy, ez egy szórakoztató tank tud lenni, én ezt a szituációs kategóriába fogom rakni, hogyha egy Himmelsdorfon, tényleg a sarkon kinéztek, tárazgattok, az jó, hogyha kaptok egy prorofkát, két artival, vagy murovankát két artival, meg három könnyű tankkal, az annyira nem lesz szórakoztató nektek. Jó, ugrunk is át a következő nemzetünkre, a, az olasz TD-kre, td, a TD olasz TD-re, a és hát félek srácok, én ezt a tankot lemárkoltam, játszottam vele elég csatát, én nem szerettem vele játszani. A páncél az undormány, tehát azt találom, amikor tudjátok használni, udomba, a páncél az undormány nem igazán lehet beütni, még egy chieftain is a Uh, inkább visszavonulok, nagy elsznápolja a kupolámat, mert neki még kisebb kupolája van, mint nekem. Uh, a mozgékonysága a páncél miért nem rossz, meg ugye ott van neki a forgótornya, ami valamilyen szinten ugye el tud forogni. De ami ezen a, ezt a tankot nagyon megöl, ez az ágyúja. Nem is, a, nem is az úratöltés, hanem a pontosság, illetve a szűkülés. Nagyon-nagyon troll ez az ágyú. Tényleg közel arcra van kitalálva, de ott sem működik annyira jól. Úgyhogy... Ha tudom rakni ezt a tankot, jön meg, hogy ugye nem is érzitek amúgy táras tanknak, hogy ugye 8 másodperc a lövések között újra töltési idő, hát azt már nem is mondhatjuk annyira tárasnak. Tehát, hogy az inkább egy 8 másodpercenként lövő tank, ami azt hiszem 5 lövésenként, vagy 4 lövésenként. Most nem is emlékszem, hirtelen hány lőszer van a tárjában. Meg tudom egyébként nézni, hol van az olasz tank. A tank, TD, TIR10 öt lőszer van a tárba, tehát ez egy olyan tank, ami öt lőszer elővése után um, nem 8 másodpercig tölt, hanem 20 másodpercig, de ugye az ellenfél nem tudja ez pontosan számolni, tehát ezzel lehet egy kis előnyt um, szerezni magatoknak, hogy teljes tárat töltöttek, amikor az ellenfél még azt hiszi, hogy csak az intraklipet töltöttek újra, de nem tudom, én, ezt a tankot nem, nem, nem szerettem. Összintén nem szerettem játszani, csak most próbálom amúgy úgy megítélni, hogy, hogy tényleg a csatában nyújtott teljesítmény alapján, és Hát. Hmm. Értek, én be fogom rakni a szituációsba, mert ha van pályát kaptok, ami, amin ki tudjátok használni a húdalom képességet. És és ugye lassú mérkőzés, ugye nem baj, hogyha, nem baj, hogyha egy-egy-kettőt ugye elviszeltek a lövések közül, akkor, akkor ez a tank tud működni. De hogyha egy távoli pály, vagy olyan pályát kaptak, ahol távolra kell lövöldözni, az nem, nem lesz túl szórakoztató játékérmény. Meg illetve ez a tank addig páncélozott, ameddig ki nem jöttek a hullámból. Amint kijöttek a hullámból, mindenki be fog az alvázát, mindenki be fogja lőni a torony oldalát, az oldalpáncél ennek a tanknak. Úgyhogy tényleg idegesítő, hogy állandóan. Nem is idegesítő, unalmas fel a játék. Nagyon unalmas fel a játék, hogy hullámba tartom, célzó az elmfelt, mellélvök, és sokáig töltök. Nem tudom, nekem valahogy nem volt egy jó játékélmény. Kell neki a lassú mérkőzés, hogy tudjam működni. De egyébként kezdő játékosoknak ez a, ez a Minotauro talán az egyik legjobb választásod lenni TD-nek, mert tényleg viszonylag könnyű játszani. Te egyike megtanulni vele, hogy hódban tartod, és akkor már igazából nagyjából jó vagy vele, és nem igazán tudnak titeket beütni. A tankunk nem más, mint a Hori, és a Hori egy nagyon-nagyon kellemes gép, hogyha az ágyú szeretne működni. Amíg, amíg ezt a tankot nem márkoltam, addig nagyon szerettem, majd amikor elkezdtem márkolni, eléggé nagy rá a követelmény, és ott azért ment az idegeskedés rendesen, akik ugye emlékeznek a Hori márkra. Um, tényleg, ugye tényleg eléggé nehéz kombinált a sebzést összehozni, és eléggé nehéz márkolni, eléggé nehéz ilyen 5000 sebzés konzisztensen hozni a tankkal. 4000 az bőven benne van, tényleg nagyon szórakoztató és ami nagyon szórakoztatóvá tesz szerintem ezt a tankot az mindenképpen a mozgékonsága, nagyon flexibilisek vagytok illetve ugye az AP lőszere, illetve a premium AP lőszere is nagyon jó átütésekkel rendelkezik és ugye mivel AP lőszer, ezért nagyon sok tankot olyan szögekből be tudtok ütni amit más tankkal nem tudnátok megtenni, más lőszer típussal pontosabban Úgyhogy szerintem a Hori egy nagyon-nagyon jól kitaláltunk, nem idegesítő ellene játszani, mint mondjuk egy Minotaurra ellen, ami hogyha beült a húzámba, akkor igazából úgy vagytok vele, akkor el kell menni más pozícióban, mert onnan nem tudtok vele mit kezdeni. A Hori nem egy ilyen tank, nagyon kellemes vele játszani, és nem idegesítő ellene játszani, úgyhogy szerintem ezt a tankot a Wargaming nagyon jól eltalálta. Tapasztalt jó játékosoknak tudom ajánlani, hogy próbálják ki, szerintem ők szeretni fogják. Uh, viszont kezdőjátékosoknak azt mondom, hogy ez még ne legyen az első prioritásuk, mert ezt nehéz kiasználni, ezt a tankot nekik. De tényleg szerintem egy, egy jól által tank. A következő tankunk a, az STRV. Az STRV-t, hát figyeljetek, a legjobb sniper tanknak fogom mondani, szerintem jobban működik, mint a Grille. Uh, ugye kisebb az alfája. De az ágyja szerintem megbízhatóbb, ugye a DPM miatt, ugye, még ha hibáztok is egy lövést, akkor valószínűleg fog, fogtok tudni még egyet lőni. Tehát kevés az a szitu, amikor inkább az alfát kell kihasználni szerintem ezzel a tankkal. Illetve a nyitott pályán nagyon jól tud működni, borzasztóan jó az átszázása, a DPM mértéke undormány És egyébként, hogyha kaptok -e egy olyan matchmakinget, ahol 8-as, 9 -as tankok vannak hogyha tudjátok, hogy melyik tankhoz amik át tudja ütni ezt a tankot, mert itt igazából a kaliber a fontos, illetve hogy milyen lőszerrel lőnek rátok, ugye hitlőszerrel át lehet viszonylag a könnyedén lőni, ugye az jó a nagyon megdöntött páncélemezek ellen. Tehát, hogy tudjátok az ellenfél milyen lőszerrel lő, és uh, van egy kis extra tudásotok, akkor akár még agresszívan közarcban is lehet használni, mert mondjuk azt, hogy egy Leopard 1 a kupolán kívül, meg az oldalán kívül nem igazán tudja beütni ezt tankot, hogyha magatok előtt tudjátok tartani, akkor konkrétan leformoljátok a 10 es közepes tankot úgy, hogy ő nem tud nektek visszaölni. Tehát ennek a tanknak bizonyos tankok ellen nagyon jó páncértéke van, bizonyos tankok ellen meg nincsen jó a páncérja, tehát itt tudni kell magát a kalibert is, ami ellen harcoltok, illetve a lőszertípust, amivel lőhet rátok. Ezért mondtam, hogy kell ennél a tanknál játéktudás, de szerintem ez a tank nagyon-nagyon kellemes mozgékonysága is nagyon kellemes. Az egyetlen limitáló faktor az, hogy nincsen rajta a torony, de mivel nagyon-nagyon gyorsan pörög a, vagy nagyon gyorsan fordul a test, ezért még hogyha körbeutózott titeket, akkor sem probléma. Még annyi, hogy át kell menni a siege módba, de az nem olyan vészes ennél a tanknál, úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon kellemes tank és az egyik legjobb sniperós. A tankunk nem más, mint a, hát a 2 FVTD. Ugye mind a kettőnek ugyanaz az van, 1750 alfa ugye a hash lőszerén, 1150 alfa az apri Hát ugye most az FETD-t azt márkolnom kell. Ugye ezt a másik ff 4005 öt ezt már lemárkoltam. Az FF 215 b 183 ez még hátra van nekem. És én mind a kettőt egyébként rossz tagnak tartom. <kül> De be fogom rakni őket a szituációsba. Azért, mert hogyha be tudtok panel, Tehát, hogy fogalmazok, hogyha olyan meccseket kaptok, mondjuk 10 meccsből 8 az rossz lesz, az fixen rossz lesz, de kaptok egy vagy két olyan mérkőzést, ahol papírtankokat kell lövöldözni, illetve hibázik ellenetek az ellenfél, nem figyel rátok, akkor azért tud fáll lenni az, hogy belelövöldöztek az ellenfélbe 1750-et, ugye egy más tank ugye ezt nem tudja megtenni. úgyhogy nyilván azok a mérkőzések fanok lesznek, van lesz, szórakoztató lesz, de ez nagyon kevésszer kevésszer történik meg, és én nem szeretem azokat a TD-ket, amik, uh, amik szituációsak. én most gondolkozom, hogy amúgy ugyanarra a szintre rakom-e az FVTD-t, mint egy Jagdpanzert? Hmm. Szerintem a Jakpanzert fel fogom rakni a jó kategóriába. Én jobbna, jobbnak érzem. Egy, Egyszerűen jobbnak érzem, mint egy FVTD-t. Megbízhatóbban lehet használni, um, és szerintem megérdemli, hogy itt a jó kategóriában legyen. Most így átgondoltam a dolgokat. Um, tehát ezt, itt hagyom. Az f meg itt a szituációsban lesznek, hogy a, a, a VTS százal, hogy tényleg, hogyha az ellenfél hibázik ellenetek, és ezt ki tudjátok használni, és az ágyútok is hajlandó lőni, ova céloztok, akkor tényleg tud vicces lenni, meg tud mosoly csalni az arcotokra, de arra fel kell készülni, hogy a meccsek 70-80%-a azok rosszak lesznek ezzel a tankon. Ugye az f 2 15 183 az páncélozottabb, de kevesebb lövegsüledéssel rendelkezik, illetve hátsó tornyos ugye nem tudják bejutni ugye repeszlőszer olyan könnyen, mint ugye a kukáskocsit, ugye az f 4005 öt tehát ez az előnye, de én úgy érzem, hogy az f 4005 egy picivel jobb, mert ugye több lövegsüledése van, illetve a torony az nem ott hátul van, tehát flexibilisebbé teszi, hogyha ki akartok nézni, igen lövés fogtok érte kapni, igen trédeni kell a HP-t, de legalább ti is be tudjátok könnyedebben vinni a lövés az ellenfélnek, és én összességében azt érzem, hogy az ágyusvédés, illetve a az nagyon limitálja ezt az FATD-t. Úgyhogy ugrunk is át az utolsó a brit tankunkra, a Badger-re. A Badger egyébként szerintem be tudom rakni a, a nagyon jó kategóriába, szerintem egyáltalán nem egy rossz járgány, sőt a jónál egy, egy picivel, egy fokkal jobb, mert ugye megvan a DPM, nagyon jó az ágyú, az egyik leg, azt hiszem a legtöbb DPM-ben -re rendelkező tankajátékban, vagy az Estervel a legtöbb DPM-ben -re rendelkező tankajátékban. Mindig-mindig elfelejtem, valahol, valahol egyébként egy szinten vannak, akik igazából lényegtelen, Mindenkinek egy nézel fölötti DPM értéke van. A, talán az átütés lehet probléma ennél a tagnál, hogy tier 10 tankhoz mérten az átütése az nem a legjobb. Meg az alfája az nyilván nem annyira magas, de ugye a DPM kompenzált titeket. A páncélja az nagyon jó, egészen addig, ameddig nem jött töki húldalomból, mert onnantól kezdve az alváza már gyenge lesz, illetve az oldala könnyen beüthető ennek a tanknak de szerintem ez egy szórakozható tank, és hogyha találtak egy olyan szitut, ahol mondjuk be tudtak állni egy utcába, és folyamatosan tudjátok lövöldözni az ellenfelet, hihetetlenül gyorsan ugye ki tudjátok osztani a sebzést ezzel a tankkal, úgyhogy szerintem egy, egy kellemes árgány A következő tankunk az E4-es, az E4-es be tudom rakni én szerintem a jó kategóriába, ugye ott van neki a 750 alfa, 375-ös APC először, ami nagyon-nagyon kellemes. Ugye a forgó torony az teszi, de ugye a kupoláját azt nagyon könnyen el tudják lőni, illetve a torony frontját is beütik, alvázát is beütik. Tehát ezt a tangot kicsit úgy kell használni, mint egy s aminek jobb az ágyja. De mindenképpen tudni kell a negatív tulajdonságait is, amit ugye az előbb említettem. A jó kategóriába szerintem bőven belefér, de ennél följebb nem tudom rakni, mert, mert ugye megvannak a negatív tulajdonságai. Az ármast viszont a nerfek ellenére én be fogom rakni a nagyon jó kategóriába, mert ugye a kupolája az beüthetetlen, szinte beüthetetlen, a maximum az ilyen nagyon nagy átütések beüthető, tehát ilyen 350 és fölöttem tudjátok átlőni. És az alvázan is eléggé pattanós ennek a tannak, ugye ugyanúgy megvan a 375-ös APC-re, és igaz, hogy nerfelték egy picit ezt a tankot, de szerintem még mindig undormán jól lehet használni, keresek egy pozit, ahol elrejtitek a az alvázat, kicsit megemelítek a testet, hogy a kupola rossz szögben legyen az ellenfélnek, és onnantól kezdve formoljátok őket. Én szerintem egy, egy kellemes tank, úgyhogy nyilván, én, ja, és azt hozzá kell tennem, hogy kezdő játékosoknak szerintem ez is egy jó választás tud lenni, talán még jobb választás is, mint a Minotauro, hogyha egy kezdő td szeretnétek, ami páncélozott, és ugye négy tankint is tudjátok használni. Ugye el is érkeztünk az utolsó nemzethez az orosz tankokhoz, és itt a Object 268, 5, 5 vagy per ötöt fogjuk ugye először megnézni, ezután nekem soha nem jött be, tehát hogy elvileg ez egy ilyen forgótornyos 268 akarnak lenni, ugye van egy kupolája, amit el tudnak lövöldözni, az ágyúja az hasonló, mint ugye a, a 268-nak, bár nem működik annyira jól, én azt vettem észre, sőt egészen rosszabbul működik, mint a, mint a sima 268-nak. Nehéz ezt a tankot kihasználni. Nem mehettek be közel harcolni, mert akkor mindenki átlőtiteket. Viszont távolra snipolni, távolra lövöldözni, az nem a legjobb, mert az ágyú az nem feltétlenül annyira sniper ágyú. Így nehéz vele megtalálni azt a szitut, hogy, hogy, ki tudjátok használni ezt a tankot. Igen, ott van a forgótornya, és ez egy kicsit megkönnyíti vele a, játékot, főleg ilyen városi pályán, vagy hogyha mondjuk egy közepes tank titeket, akkor megkönnyíti a dolgotokat, de alapvetően Alapvetően ezt a tankot uh, én nem szerettem Prr. Hát figyeltek, én, én ezt bele fogom rakni a rossz kategóriába, az a gond, szituáció és kategóriába á, Nem tudom annyira berakni, nem, 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 ezt a tankot soha nem szerettem Nem tudom, nekem az ágyú az, az nem hozta azt a teljesítményt, amit én szerettem volna, meg egyébként ezt nem is lehetett nagyon megszerezni, ezt azt hiszem ilyen Black Mar ö ö ö ö ö ö fekete piac keretén belül lehetett megszerezni, vagy valami aukció volt már nem is emlékszem javítsatok ki a komment szekcióba, hogyha tévedek, vagy hogyha pontosítani szeretnétek engem de én ezt a tankot nem szeretem a 268 B4-es az ugye már kettő nerfen is átesett, de szerintem ez a tank még mindig kellemes és ez egy kiváló választás tud lenni azoknak a játékosoknak, akik egy kezdő TD-t szeretnének én ezt be fogom rakni egyébként ide az E3 mellé Megvan a mozgékonysága még mindig, nyilván nem olyan jó, mint volt, de még mindig egy mozgékony TD-ről beszélünk, ugye a páncélzatot nézve. A és gyengelet, de eléggé nehéz ellőni neki, főleg, hogyha össze-vissza mozogtok. Az ágyúja az ugyanaz az orosz ágyú, hogy néha menet közben mindent azt mondjátok, hogy da, aztán, vagy nem tudom, hogy szovjetes, tehát mire menet közben így mondjátok, hogy da, és akkor ellövitek, valamikor meg semmit nem talál el tehát amilyen napja van, de alapvetően egy brawler TD, szerintem jól lehet használni, bementek az ellenfél arcába, főleg egy 8-as, 9-es matchmakingbe, én úgy lőttem vele, emlékszem 8000 plusz sebzést, lehet, hogy még a nerfelt verzió előtt volt, ha ment a másik nerf előtt, arra már nem emlékszem, hogy, hogy, igazából kaptam a 8 9-es uh, matchmakinget főleg, légvile játszottam, és így konkrétan nyomtam egy duplavét, és átoltam az ellenfele Nem használtam igazából semmi skill, csak lekattintottam őket, meg kihasználom a jó páncél, vagy kihasználtam a jó páncélomat. Szerintem ez az, ami mindig tud működni a két nerf felnére, úgyhogy ezt igazából ajánlani tudom. És egyébként a 268-at nagyon sokan szidják, hogy egy rossz tank, de összességében akárhányszor játszok velem, Viszonylag jó, jó, sebzéseket tudok kihozni. Emlékszem a tankönyv fiókon, nem árkoltam ezt a tankot, több mint 4000 átlag sebzés hoztam, és azt hiszem ilyen 40%-os vérétem lett vele, amit egyik tankkal sem tudtam még újraprodukálni. produkálni. Tehát ez a tanka nehéz amúgy ráhatása lenni a mérkőzésekre, mert főleg ugye távolról lövöldöztök, de az ágy kellemes, tehát gyorsan tölt, viszonylag pontos az alfához mérten, a mozgékonysága az nem rossz, a páncél az rossz, tehát mindenki be fog titeket ütni, tehát inkább ezzel a kal úgy hogy trédelni kell, nem pedig ugye pattintani. De szerintem, szerintem a jó kategóriában én ezt be fogom rakni. Én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem egy, nem egy rossz járgány, szerintem lehet vele viszonylag konzisztensen teljesíteni. Úgyhogy el is fogyott a, a tanklistánk. Kommentben nyugodtan írjátok le, hogy ti mit gondoltok -e erről a listáról. Kíváncsian várom a, a, véleményeket, hogy ti melyik tankot hova raktátok volna, mi a véleményetek. Még amit szeretnék egyébként, de a listába berakni azt, hogy mik az én kedvenc tanki, mivel szeretek én játszani. Ugye alapvetően nem vagyok egy TD játékos, de hogyha játszanom kell háromszöggel, akkor játszok a VZ-vel, játszok a Horival, játszok az E3-assal, játszok a Badgerrel, játszok az STRV-vel, szívesen, játszok a Jagdpanzerrel, játszok a V4-essel, a Fos B-vel, Mm, és nagyjából ennyi szerintem én ezekkel a tankokkal szeretek uh, szívesen játszani, vissza is pakolom ide a tankokat, hogy láthassátok, hogy a végleges létre még egyszer legjobb volt, nagyon jó, nagyon jó, legjobb, legjobb. Úgyhogy ez még egyszer a véleges lista. Hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el dobni, és ha hasznos volt nektek, akkor ne felejtsétek el dobni rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a következő rangsoroló videóért. Ha pedig támogatni szeretnétek a munkásságomat, akkor csatornataggá tudtok válni, illetve lesz egy köszönet gomb a videó alatt, ahol tudtok nekem borravalót hagyni illetve ne felejtsetek el csatlakozni a Twitch csatornámra, illetve a Discord szerveremre mindegyiknek a linkét megtaláltak a videó lejárásában. Köszönöm szépen a kitartó figyelmet, szép napot kívánok, jó csatákat, és akkor találkozunk a következő videóba, vagy pedig a streamen. Szevasztok!